Sziasztok fiúk, lányok, kedves idetévedő idegenek, Slotty volnék. Gyakran megkaptam, hogy csináljak indulatosan videót, mert akkor látszik, hogy vannak érzelmeim, és most nagyon vannak, és nagyon negatívak. Kedves Facebook iránt. Ez egy olyan csodálatos oldal, ami időről időre kitalál valamit, amivel elkúrja ezt a platformot. Aki kiskorú, illetve nagyon kisgyerek, az most itt inkább kattintson el, vagy a szülőt megkérem, hogy zárja be ezt az ablakot. Igyekszem keveset káromkodni. És most megint bejött egy újabb mizéria. Valószínűleg azzal kezdődött, hogy nagyon sok most a kamu Facebook profil, ugye ilyen látszólag is nem valós felhasználók jelölik be az embereket, ilyen nagy mellű nénik, és akkor ilyen kamu vírusos pornó oldalakat osztogatnak meg, hogy a sok öreg nyugdíjas bácsika, aki éppen kanos, az rákattintson, és akkor bekapja a vírust, ellopják az adatait, meg stb. És akkor ebből naponta több tucat érkezik egy-egy valós személynek, mint mondjuk nekem. Akkor most a saját példámból indulok ki, mert gondolom sokan azért megúszták ezt a fake account rohamot, én sajnos nem úsztam meg, nem győzöm jelentegetni ezeket az embereket. És gondolom ebből kifolyólag a Facebook kitalálta, hogy akkor személyi azonossághoz kötik a Facebook rendszerének a használatát, miszerint az ismerősi körömnek a felét legalább már letiltották, és van vagy 4000 ismerősem, akiből ismerek kb. 600-at, és pont leírtam a Slotty chat csoportomba, hogy mi a tököm ez a tiltogatás, minden ismerősömet tiltják. És abban a szent rohadt percben letiltottak engem is. Ami már nem az első alkalom a Facebook és a köztem levő kapcsolat során, hogy letiltanak, mert nekem ez már vagy a 18. profilom, amit használok. 7 éve szerkeztek mémeket. Nagyon csúnya mémeket, amik miatt állandóan letiltották valamelyik profilomat. Most is van vagy 6 tartalék Facebookom, de mindig legalább 3 egyszerre le van tiltva, és most a fő személyes profilomat, amivel egy büdös, bántó szót, vagy akármit, semmi rosszat nem tettem, kitalálják, hogy letiltják. Ez annyiból cseszi fel a kedves agyamat, hogy egyszer volt egy ilyen személyes Facebook oldalam, ahol csak a személyes ismerőseim voltak. És ezt az oldalt 2014-ben, szeptember 11-én egyébként letiltotta a Facebook, több mint 2 évre, és ez azért volt nagyon szomorú, mert az akkori személyes barátaimmal nagyon sok közös kép volt egymással megosztva, közös beszélgetések vagy akármi, szóval tucatnyi kép veszett el, aztán szerencsére vissza tudtam hozni, ugye kiharcoltam a Facebooknál évekkel később, hogy visszakapjam a profilt. És most is ugyanez a helyzet. Remélhetőleg, miután most már feltöltöttem a személyigazolványomat, a diákigazolványomat és a jogosítványomat is, már a Facebook supportnak, helpernek, nem tudom mi a tököm ez, remélhetőleg elfogadják, hogy én vagyok. És visszaengednek a profilomba, mert ha nem, az nagyon... Akkor kevés ide ez az ideges videó. És nem vagyok Facebook függő, el tudom hagyni ezt a rohadt oldalt, nem erről van szó. Arról van szó, hogy mivel ez egy olyan világ, ahol minden elektronikus, az Instagramom, az Ask FM-em, mindenem a Facebookhoz van kötve, mert ugye naív média zabálóként, ugye, hogy több száz millió vagy milliárd ember bízott a Facebookba, illetve bízik benne, és ezért úgy tekint rá, mint a levegőre. Szóval a mai világban nem foglalkozunk úgy ezzel, mint régen a MyVip-pel, vagy akármivel, hogy ez egy külön platforma, amivel vagyunk. Ma már valahogyan az egész internetnek az egyik alapja a Facebook. Szóval, ha játszani akarsz netes játékkal, Facebookkal lépsz be. Ha bármilyen abba be akarsz lépni, mit tudom én, Tinder, Oscar Telekocsi, majdnem, hogy még a MÁV oldalára is Facebookkal kell, nem, oda pont nem. De nagyon sok oldalra Facebookkal kell belépni. És most minden megy a levesbe, hogyha nem engedik vissza azokat az embereket a Facebookjukba, akiket letiltottak lényegében ok nélkül. És akkor itt jön ugye a másik rész, hogy kérdeznétek, hogy oké, de feltöltöttem a személyazonosságomat, akkor mi a bajom? Úgy konkrétan pillanatilag fel vagyok baszva, szóval ez így holnapra kialszom, és úgy nem fog érdekelni a dolog. Mert valószínűleg visszaengedik azokat az embereket, akik feltöltik a képet a személyigazolványukról, mint ahogy én is tettem. Viszont akkor jön itt ugye az a csodálatos dolog, hogy
Nyilván az emberek megosztják az életüket képek alapján, posztok alapján ezen az oldalon, de akkor most még elkéri a személyi igazolvány számunkat is. Szóval ez így a nem lopás, mert feltételhez köti az oldal használatát, és az a feltétel, hogy lássák az ID-dat, de mégis egy ilyen adat lenyúlásnak az egyik verzióját érzem ebben. Nyilván nem tudnak majd olyan szinten visszaélni a személyi igazolványommal, hogy az nekem bármit ártson, szóval hogy egy-két ilyen adat nem elég hozzá. De én nagyon szkeptikus vagyok az ilyen dolgokkal kapcsolatban, főleg, hogy a Facebook az már 25 ezer egyszer hazudtolta meg magát és okozott problémákat, ilyen adathalász vagy adatlopás dolgokkal kapcsolatban, vagy akármi. És nem szimpatizálok ezzel a rendszerrel, ami működik. Továbbá ugye van a Facebooknak egy remek cenzúrája, szóval akármi rosszat, akármi olyat ír ki az ember, vagy posztol, képet, videót, mindegy mit, ami a Facebook szerkesztőinek egy hangyafasznyit nem tetszik, akkor instant letiltanak. Ezt a videót én most úgy használom, mint egy naplót. A lelkemet, az érzéseimet bele írtam, szépen mondtam most. Aztán becsukom a picsába, becsukom a fenébe, és soha többet nem fogom elővenni, de legalább kiadtam magamból. És most majd jönnek megint a szokásos kommentek, ugye, hogy hú, izé, tapló pöcs, milyen gyorsan beszél, hogy hű, mennyit káromkodik, meg hogy hű, izé, Facebook függő. Nem erről van szó. Higgadtan is nagyon szívesen megcsinálom ezt a videót, de ezt most éreztem úgy, hogy el kell mondanom, még akkor is, hogyha nem volt úgy célra vezető értelme. Egyszerűen annyit szeretnék mondani, hogy kapja be a Facebook. Köszönöm szépen a figyelmet, Szlati voltam, Szlatov, sziasztok!